Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a nézőket, az érdeklődőket. Az Edutus Egyetemnek a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából megrendezett konferenciáján, és köszönöm, hogyha érdeklődnek egy olyan előadás iránt, ami a hallgatókról fog szólni, hiszen azt gondolom, hogy egy egyetemnek a legfontosabb szereplője azok maguk a hallgatók lesznek. A COVID, mint minden mást az életünkben, fennekestől felforgatta az egyetemek életét is, méghozzá azáltal, hogy az egyetemeknek az ajtókon kívül kellett hagyniuk a hallgatókat, ugyanakkor folytatniuk kellett továbbra is az oktatást. Az online oktatásnak az Edutuson azért már van előzménye, hiszen a webináriumnak és az e-learninges oktatásnak egy elegét mi már használjuk évek óta, főleg azért, hogy a levelező hallgatóinkat, illetve a sportolókat, az egyéni tanrendes hallgatóinkat tudjuk abba támogatni, hogy minél rugalmasabban tudják elvégezni a tanulmányaikat, akár az edzések, vagy akár a munka mellett is. Én arra voltam kíváncsi, hogy vajon a hallgatók ezt a viszonylag új helyzetet, legalábbis némelyiküknek új helyzetet, némelyiküknek azért már egy kicsit megtapasztalt helyzetet, ezt hogyan élték meg. És azért volt én szerintem fontos, mert hogy ebben az esetben ők nem választhattak. Ugye a legnagyobb különbség a mostani helyzet és a korábbi a már működő webináriumi helyzet között az az volt, hogyha egy hallgató akarta, akkor választhatta a webináriumot, most viszont mindenkinek kötelező volt ez. Nézzük meg egy kicsit azt, hogy az e-learning az hogyan is jelent meg az egyetemek életében. A Louisiana-i Egyetem hallgatói lapjában lehet olvasni 93-ban azt, amikor azt írják maguk a hallgatók is, hogy az egyetem az nem működhet gépeken keresztül. Azt tartották, hogy egy számítógép az adhat át információkat, de tudást csak az emberi érintkezésen keresztül lehet átadni. De tulajdonképpen a 90-es évek eleje az, amikor az online oktatás indulása tehető, és azóta, mint minden más, ami rohamos léptekben fejlődik, azt lehet látni, hogy például az Amerikai Egyesült Államokban, ahonnan ugye egyébként a kutatásoknak a legnagyobb része ered, közel egy harmada az egyetemi hallgatóknak, de még a középiskolás hallgatóknak is egy olyan 10-15% körüli az aránya, akik már vettek részt online oktatásba. Én azt gondolom, hogy ez elég nagy szám. A különbség az tényleg abból ered, hogy nekik, és egészen eddig a mi hallgatóinknak is megvolt a választásnak a szabadsága. Azt lehetett ugyanis megfigyelni ezekben az amerikai kutatásokban, hogy az online órákon rosszabbul teljesítettek a hallgatók, mint a jelenléti órákon. Ez nagyon érdekes megfigyelés volt, de hogyha meglátjuk a magyarázatot, akkor ebből érteni fogjuk, hogy miért olyan nagyon fontos a választásnak a szabadsága. Az ok ugyanis, amiért kevésbé jól teljesítettek, az volt alapvetően, hogy online a hallgatók azokat a tárgyakat választották, azokat a tárgyakat vették föl, amelyek kevésbé vonzóak voltak számukra. Ugyanis meghagyták a kedvenc tantárgyaikra az időt és a személyes jelenlétet, és amit nem nagyon szerettek, azt felvették online. Ráadásul, ugye éppen az eszközök miatt az online órákon egyébként is rosszabbul teljesítette a hallgató. A jelen helyzetben viszont nem lehetett választani, mindenkinek online kellett tanulni. A helyzetet még egy kicsit fokozta az, hogy amíg az online oktatás, a korábbi online oktatás esetében az oktatóknak is megvolt ez a szabadsága, hogy ők megválasztják azt, hogy vajon online, vagy pedig csak offline tanítanak. Ebben a helyzetben olyan oktatók is az online oktatásra kényszerültek, akik korábban sohasem tanítottak, csak tantermi órákban. Természetesen nem csak Magyarországot érintette a koronavírus járvány és az online oktatás kötelező bevezetése az egyetemeken, hanem az egész világot. Készült erről is egy kutatás, egy több mint 30 ezer diákot megszólaltató kutatás, ahol arra voltak kíváncsi szintén, hogy a diákok hogy élték meg ezt az időszakot. Néhány olyan ábrát hoztam ebből a kutatásból, aminek magyar vonatkozása is van. Van ugyanis három olyan terület, ahol a magyar diákok kiemelkedőnek ítélték meg a jelen helyzetet, akár önmagukat, akár pedig az oktatási rendszert, ahogy teljesített.
Az egyik ilyen terület az az volt, hogy mennyire vannak megelégedve a diákok az online óráknak a formájával, és itt is három terület volt, amiből az utolsó, az a Presentations to Students, azaz azt a formát, hogy ők hogyan kapták meg a tanárok által az ismeretanyagot, ezt a magyar diákok a világ viszonylatban második legjobbnak ítélték meg. Egyébként a maga az értékelés az egy ötös skálán zajlott, és lehet látni azt, hogy 3,5 volt az, ahogy a hallgatók megítélték, tehát egyel magasabb osztályzatot adtak egyébként, mint a maximum volt. Volt egy olyan terület is, ahol viszont első helyen végeztek a magyar diákok, a magyar hallgatók, ez pedig az volt, hogy vajon saját maguknak a teljesítményét hogyan ítélték meg. És az látszik, hogy Magyarország volt az az ország, ahol a diákok a legnagyobb mértékben tudtak a saját teljesítményükön emelni ebben az új oktatási környezetben. Ennek persze lehet az is oka, hogy korábban hogyan teljesítettek a régi környezetben, minden esetre ez is a pozitív megítélést fogja alátámasztani. Saját maguk is pozitívan ítélték ezt meg. Ebbe egyébként beletartozott az ő informatikai eszközhasználatuk, a különböző szoftverhasználat, hogy hogyan dolgozták föl akár az esettanulmányokat, vagy hogyan tudtak otthon egyedül készülni az órákra. És végül volt egy harmadik olyan terület, ahol a diákok jónak ítélték meg a rendszert, és ez az egész magyar egyetemi rendszerre vonatkozik, ugyanis megkérdezték a hallgatókat arról, hogy vajon mennyire elégedettek a különböző intézményekkel a járvány alatt. Ide beletartozott az egészségügy, beletartoztak az állami intézmények, a bankok, és a magyar hallgatók kiemelkedően az egyetemeket tették első helyre, és világviszonylatban ezzel a második helyen voltak, rajtuk kívül csak a sri lankaiak voltak azok, akik elégedettebbek voltak az egyetemi rendszerre. Tehát azt gondolják a hallgatók, ez volt az a terület, ami a leghamarabb, a legrugalmasabban tudott alkalmazkodni a jelen helyzethez. Ezen kívül még a magyar hallgatók egyébként a bankokat is jól ítélték meg, jónak ítélték meg. És akkor áttérünk egy kicsit a mostani kutatásra. Ezek alapján próbáltam én megkérdezni a hallgatókat arról, hogy vajon ők itt az Edutuszon, tehát kizárólag az Edutuszos hallgatók véleményét figyelembe véve, hogyan vették ezeket az akadályokat. Minden hallgatót megkérdeztünk, ez egy online megkérdezés volt a Neptun, nem a Neptun keresztül, hanem egy kérdéven keresztül, de a Neptunba kaptak erre felhívást. A kérdezés júliusban zajlott, megvártuk azt, amíg lezajlik a hallgatók általi oktatói véleményezés, hogy ne keverjük meg a két online felmérést. Ezután kaptam 103 választ, ami az összes egyetemi polgárnak a 15,2%-a volt, és ezen az ábrán azt lehet látni, hogy melyek azok a területek, ahol egy picit felül vagy egy picit alul reprezentáltak voltak a válaszok. Azt lehet látni egyébként, hogy ha megnézzük, hogy alapmester vagy felsőoktatási szakképzések, egy kicsit többen voltak, akik az alapszakon válaszoltak, és a felsőoktatási szakképzésben, mesterszakon kicsivel kevesebben. Az egyéb szakokhoz tartoznak a szakirányú továbbképzések, a nemzetközi képzésekben résztvevők. Illetve talán ami lényeges, hogy a tatabányaiak voltak egy kicsit többen, akik válaszoltak, valamint a levelező tagozatosok töltötték ki többen a kérdőívet. Hogyha összességébe kell megítélni, hogy a hallgatók hogyan vélekednek az Edutusznak az online oktatásáról a tavaszi fél évben, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó eredmény született. Én gondoltam, hogy jó lesz, mert gondoltam, hogy a hallgatók pozitívan fogják megélni, hiszen sokat beszélgettünk a fél év során erről, de magam is meglepődtem azon, hogy egy 7,83-as, majdnem 8-as eredmény született a 10-es skálán, hogyha összességében kértük a véleményüket. És a nyitott kérdés alapján a visszajelzésekből összeállítottam egy szófelhőt, és azért lehet látni, hogy ők vajon hogyan is élték meg. Kihívásnak mindenképpen, és nehéznek, és sűrűnek, de ugyanakkor nagyon kényelmesnek, modernnek, és érdekesnek is, innovatívnak is. Szóval összességében azt lehet mondani, hogy tetszett nekik.
Hogyha ezt a 7,83-as átlagot egy picit tovább bontjuk, és megnézzük a különböző szakok, a különböző képzési területek, vagy pedig a helyszínek között, akkor azt lehet látni, hogy a műszaki képzésben lévők egy picivel jobbnak ítélték, meg a gazdasági képzésben lévők körülbelül átlagosnak. Szintén átlagos volt az alapképzésben résztvevőknek a válasza, viszont kiemelkedően jónak ítélték meg a mesterképzéses hallgatók, és sokkal rosszabbnak a felsőoktatási szakképzésben résztvevők. Ennek a hátterében mindenképpen az előzetes tanulmányok és az előzetes képzettség is szerepet játszottak. A budapestiek némileg jobban, a tatabányiak kevésbé az átlagosnak megfelelőnek gondolták az oktatást, és hogyha megnézzük a különböző képzési formákat, akkor a levelezősök ítélték meg jobbnak, a nappalisok kevésbé jobbnak. Ennek a hátterében azért meghúzódik az, hogy a levelezősök azok, akik a webináriumi rendszert már évek óta használják, tehát azok például a technikai problémák, ami több esetben is a hallgatók említettek, azok jellemzően a nappalis hallgatóknál merültek fel. Levelezősök ezeken a problémákon már túl vannak, hát nekik szerencséjük volt, nekik több évük volt ezt elsajátítani és begyakorolni. Megkérdeztem a diákokat arról, hogy mik a legfőbb érveik, amik az online oktatás mellett, illetve az online oktatás ellen szólnak. Abszolút szinte mindenki említette azt, hogy sokkal kényelmesebb volt, sokkal praktikusabb volt, hogy otthoni környezetben kellett tanulni, illetve azoknak a diákoknak, akik egyébként utaztak, ingáztak, ugye ez is a budapesti hallgatóknak az átlag eredményét emelt egyébként, nekik nem kellett utazniuk, sok időt spóroltak meg ezzel. Kiemelték azt is, hogy az oktatók nagyon segítőkészségek voltak. Tetszett nekik az, hogy maga az online oktatás úgy lett bevezet, hogy az órarendet, egyfajta kötöttséget mégis megtartottunk. Interaktív volt. A vizsgákat is bizonyos szempontból jobbnak ítélték meg, bár itt azért voltak negatívumok is, és azt látták, hogy azért a tanárok kreativitásának is jót tett ez a változás. A legnagyobb negatívum, az azt gondolom, mind hallgató, mind oktató részéről a személyes kontaktnak a hiánya volt. Sokan voltak azok, akik szerettek volna azért néhány dolgot megbeszélni. Adottak nektek technikai problémák is, mind a két oldalról egyébként. Nehezebbek voltak az órák, és nehezebb volt a megértés abban az esetben, amikor inkább számolgatni kellett bizonyos órákon. És amit az év végén ítéltek meg negatívumként, és azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, amit nekünk oktatóknak mindenképpen át kell gondolni, hogy hogyan vizsgáztatunk. Mert ugye egy online tesztnél mindig felmerül egy tanárba az, hogy na oké, de aki otthon ül a gép mögött, az majd biztos, hogy valami fajta segítséget tud kapni, akár interneten keresztül, akár más ember személyébe. Ezért erre két megoldást választottunk. Az egyik az volt, hogy inkább házi dolgozatokat, beadandó feladatokat adtunk nekik, ami miatt az év végén rengeteg beadandó feladatuk volt. Ugye ez mind az év végén sűrűsödtek, hát fél évnek a felénél nem lehet beadandó dolgozatot kérni, hiszen az egész fél éves tudására vagyunk kíváncsiak. Nagyon leterheltek voltak emiatt a fél év végén. Akik pedig online vizsgát választottak, tesztvizsgát választottak, ott kevés időt adtunk nekik. Azt gondoltuk, hogy majd, hogyha szorosabb lesz az idő, akkor nem lesz idejük arra, hogy ők puskázzanak, vagy mármilyen segítséget igénybe vegyenek, azonban ez rendkívül stresszes volt a számukra. És persze azért megjelent az is, hogy az órák monotonabbak voltak, voltak olyan tanárok, akik gyakorlattabbak voltak, akik kevésbé gyakorlottak voltak az online oktatásban, és hát nem volt egyszerű egész nap előtt a gép előtt ülni, a tanárok sokszor nem hagyták meg azokat a szüneteket, amiket egyébként a jelenléti oktatásban meghagytak. És hát hiányzott a társaság, én azt gondolom, úgy a diákoknak, mint az oktatóknak szintén. Megkérdeztem tőlük azokat, hogy milyen eszközöket használnak az online kommunikációra. Nekem személyes tapasztalatom az volt, hogy sokkal könnyebb volt tanítani akkor, hogyha a diákok bekapcsolták nem csak a mikrofonjukat, hanem a kamerájukat is. De erre nem minden hallgató volt hajlandó, ezért volt a kérdés. És az látszott, hogy a nappali tagozatosok, ők inkább csetelnek,
mint hogy próbáljanak meg akár mikrofonon, akár videón keresztül kommunikálni az oktatókkal. A levelező hallgatók már inkább voltak hajlandók bekapcsolni a kamerát is. Az interaktivitás szempontjából azt gondolom, hogy nagyon fontos, és egy picit hadd beszéljünk haza, a tanároknak a munkáját könnyíti meg rettentően, hogyha én amikor beszélek, akkor látom, hogy kik ülnek velem szembe. Úgyhogy erre törekedni kell. A nappali tagozatos hallgatóknak mind a korukból, mind az internet, illetve a számítógép használati szokásaiból adódik az, hogy ők szeretnek csetelni, ugyanakkor az óra sokkal gördülékenyebb és élvezhetőbb, hogyha ez kamerán keresztül történik. Érdekes, hogy például a szakirányú továbbképzésen szinte mindenki alapból bekapcsolta a kameráját. Itt persze azt figyelembe kell venni, hogy vannak olyanok, akik nem rendelkeznek ilyen technikai eszközökkel, természetesen ezt át kell hidalni, de még számukra is élvezhetőbb az, hogyha a többieket látják. Tettem föl bizonyos állításokat, és arra voltam kíváncsi, hogy összességében mi az, amit a hallgatók erről a fél évről gondoltak. És hát azért kijött egy 7,83-as eredmény, de itt azért egy picit már lehetett árnyalni ezt az eredményt. Ez is egy 5-fokozatú skála volt, és hát azt látni belőle, hogy azért ezek nem voltak annyira interaktívak és annyira élvezetes órák, mint amilyen órákat tudtunk tartani a jelenléti módszerrel. Egy kicsit unalmasabb volt. A tanárok elég sokat bénáztak a technikával, de hogyha ez megnyugtott bennünket, akkor a diákok is elég sokat bénáztak a technikával. Főleg kezdetben nehezebben ment az online kommunikáció, nehéz volt nekik az online tanulás is, vagy az önálló tanulás is, és a vizsgaidőszakot élték meg tulajdonképpen a legnehezebbnek, ahogy az előbb már említettem az okokat, hogy miért. És sajnos azt kell mondani, hogy ha megnézzük, akkor ők maguk is úgy ítélik meg, hogy az online fél évben kevesebb az a tudás, amit megszereztek. Ezen kell még azt gondolom egy kicsit dolgoznunk, és mindezt meg lehet nézni egyébként a különböző képzési formák és szakok tekintetében is. Az előző arányok szintén megmaradnak, ugye azok az összességében a nappalis diákok egy picivel rosszabbnak ítélték meg az órákat és magát a képzést, a levelezősök egy kicsit jobbnak, hiszen nekik már volt egyfajta gyakorlatuk benne. A mesterképzésben résztvevőknek sokkal magasabb volt az igénye, hiszen ők már korábban is részt vettek felsőoktatásban, és vannak korábbi tapasztalataik is. Végezetül pedig az volt a kérdés, hogy vajon az Edutus a többi egyetemhez képest hogyan teljesített, és én azt gondolom, hogy itt lehetünk talán a legbüszkébbek. Ez nem jelenti azt, hogy nincs mind javítani, hiszen az előző eredményekből azért az látszik, hogy mind a tanároknak, mind a rendszernek javulnia kell. De feltettem egy olyan kérdést, hogy vajon hallottak-e, tudnak-e olyan rendszerről, ami jobban teljesített az adott fél év során az online oktatásban valamelyik egyetemen, mint az Edutus esetében. És nem csak a legjobb kérdéseket, vagy a legjobb válaszokat emeltem ki, hanem a válaszoknak a 90-95%-a ehhez hasonló volt. Csak rosszabb tapasztalatokról hallottak, mint az Edutuson, ez nem jelenti azt, hogy itt tökéletes volt, de a legjobb volt egyébként a versenytársak között. Azt mondták, hogy az Edutus élen jár ezen a területen, és ők is belátták azt, hogy meglátszik azt, hogy az Edutus az nem nulláról indította ezt a magát az online oktatást. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen ki kell emelni majd, amikor tényleg versenyről lesz szó. És végezetül azért, mert ugye ennek van egy nagyon pozitív felhangja, hogy hát csak mi voltunk a legjobbak szinte az egész országban az online oktatás területén, azért
ne kergessünk hiú ábrándokat, én azt javaslom mindenkinek, és szeretnék kettő nagyon rövid videót bejátszani, ezek ilyen félperces kis videók, amiket maguk a hallgatók készítettek arról, hogy vajon ők hogyan élik meg az online oktatás, és hogyan élik meg azt, hogy egész nap otthon kell lenniük, bezárva, és úgy részt venni az órákon. Csak ott figyelem közben. Kérsz? A másik. Nos, hát így tanulnak a mi diákjaink, amikor online oktatás van, és nem tudom, hogy látták egyébként az utolsó videón, hogy le volt ragasztva a diáknak a kamerája, nappali tagozatos diák volt, ez az, amiről beszéltem, hogy online oktatás, de azért ők nem gondolják, hogy ennek annyira interaktívnak kell lenni, hogy ők is visszaválaszoljanak. Ennyit szerettem volna elmondani, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha van kérdés, akkor természetesen válaszolok is rá, illetve hát kíváncsi leszek majd ennek a fél évnek a tapasztalataira is. Készült egy megkérdezés az oktatói oldalról, és ebből pedig az akta periódikában jelenik majd egy cikk meg, és akkor össze lehet hasonlítani majd a kettőt, a hallgatók és az oktatók véleményét is. Köszönöm szépen a figyelmet!